Az Európai Unió tudja, hogy Orbán nem is miniszterelnök. Sokan azt hiszik, hogy az alacsony bérek, az alacsony nyugdíjak, az orvos és a pénzhiány miatt leromlott egészségügyi ellátás, az oktatás problémái csak a magas államadósság és a politikusok hozzá nem értése miatt van. Sokan abban bíznak, hogy majd egy másik párt megoldja ezt a helyzetet. De vajon tudják-e ezek a sokak, hogy minden párt benne van az elmúlt 1000 év legsúlyosabb állam és népellenes bűncselekményében? Vajon tudják a Fidesz szavazók, hogy ezt a bűncselekményt a pártjuk követte el? Vajon tudják a baloldali szavazók, hogy a baloldal készítette elő ennek a bűncselekménynek a végrehajtását? Vajon tudják a Jobbik szavazói, hogy a Jobbik társtettes volt ebben a bűncselekményben? Sokan úgy vannak vele, hogy a politika piszkos dolog, távol kell maradni tőle, igen ám, csak hogy minden olyan területen, amit nem művelnek, elszaporodik a gaz. Így van ez a közügyekben is. Ha a nép kivonul a közügyekből, akkor a nyomában azonnal megjelennek a bűnözők. Ez történt Magyarországon is, átengedtük a saját sorsunk irányítását bűnözők kezébe. Ezért van, hogy amikor a tévében a szemünk láttára és a fülünk hallatára csinál Matolcsi 250 milliárd forint közpénzből egy pillanat alatt magánvagyont, akkor csak csodálkozunk, hogy hogyan lehet ilyet megtenni, miért nem tartóztatták le, miért nem indul ellene eljárás. Az egészségügyet nem azért szüllesztették le, mert nincs rá pénz, hanem azért, hogy azt a pénzt is ellopják. Most olyan tényekről lesz szó, ami a legtöbb ember számára hihetetlenül hangzik, viszont már itt jelezzük, hogy minden állításunk jogilag igazolt tény, amelynek bizonyítását még senki sem tudta megcáfolni. Ezek a bizonyítékok természetesen bárki számára elérhetők az oldalunkon megadott helyeken. Azért lehet szabadon lopni a pénzt, mert a magyar államot megszállta egy idegen érdekek által működtetett szervezet magánhatalom, ha úgy tetszik egy bűnszervezet. Ennek a bűnszervezetnek az emberei vannak döntéshozó és vezető pozícióban az összes állami intézményben, a rendőrség, a honvédség és más fegyveres testületekben. Ez biztosítja, hogy az intézmények a magyar állam helyett a bűnszervezetet szolgálják. 2012. január 1-én azt hazudták, hogy hatályba léptették Magyarország alaptörvényét, és ezzel új rendeletet vezettek be. Ez egy orbitális hazugság. Nem volt joguk alaptörvényt elfogadni, ezért ez az alaptörvény érvénytelen, nem létező jogszabály. Bár sokan tisztában vannak ezzel, hangjuk nem jut el a legnézettebb tévécsatornákhoz, a legolvasottabb újságokhoz és a legismertebb internetes hírportálokhoz sem. Vajon a pártok miért nem beszélnek erről? Azért, mert benne vannak a bűncselekményben. Sokan nem tudják, hogy egy új alkotmány vagy alaptörvény új államot hoz létre, ezért elhitték azt a hazugságot, hogy átnevezték az államot. Nem! 2012. január 1-én létre akartak hozni egy magánállamot a több mint 1000 éves magyar állam helyett. A szemünk láttára ellopták annak területét, és tudtunkon kívül immár a saját sorsába beleszólni képtelen, népszavazást lényeges dolgokról már nem kezdeményezhető állampolgárt akartak belőlünk kreálni. Ebben a magánállamban már nem nyugdíjjárulékot és egészségügyi járulékot szednek be, hanem adót. A járulékért kötelező valamit nyújtani, de az adót úgy használják fel, ahogy akarják. Sem a nyugdíj, sem a szociális ellátás nem jár már, csak adható, ameddig még úgy gondolják. Már pedzegetik, hogy a gyerekek tartsák el a szülőket. De mit jelent ez a valóságban? Azt, hogy tartsa el a munkanélküli fiatal a nyugdíj nélküli szüleit. A szegények között mindig több a beteg, akik a lezüllött egészségügyi ellátásban már nem fognak meggyógyulni. Lesz helyette fizetős ellátás, akinek van pénze, meggyógyul, akinek nincs, az megy a süllyesztőbe. Az oktatást fokozatosan, de folyamatosan eltolják a fizetős oktatás irányába. A diákhitellel pedig már a fiatalokat is eladósítják. 2012. január 1-én az akkori országgyűlés 262 tagja, köztük 20 jobbikos államcsínt hajtott végre. Ettől a naptól kezdve törvénytelenül működtetnek mindenki megtévesztésére egy Magyarország fedőnévvel ellátott szervezet magánhatalmat. Mivel a Magyarország alaptörvénye nevű dokumentum érvénytelen, így a Magyarország nevű magánállam nem jött létre. A hatályos alkotmány továbbra is Magyarország alkotmánya. A törvényes magyar állam továbbra is a Magyar Köztársaság.
Az alaptörvény nem létező jogszabály, hiszen ez egy másik állam alaptörvénye. De az a másik állam nem is jöhetett létre, ezért nem is létezik. 2012. január 1-e óta minden új törvény vagy más jogszabály, továbbá a korábbiak módosítása ugyanúgy nem létezik a magyar államban. Senkinek nem is kell betartania azokat. Ők ezt tudják, és nem is tartják be. Ezért azt mondjuk, hogy 2012. január 1-e óta alkotmányos válság van hazánkban. 2014-ben a választások ebben a nem létező államban zajlottak. A magyar állampolgárok tudtukon kívül részt vettek egy színjátékban, amelynek az volt a célja, hogy azt hazudhassák a világnak, hogy a nem is létező Magyarország nevű állam létezik, és ez a magyar állam. Azért kellett a színjáték, hogy magukat köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek, kormánynak, országgyűlésnek hazudhassák, továbbá azt a látszatot kelthessék a világ előtt, hogy az államcsínyt az emberek elfogadták. Hogyan fogadhatták volna el, amikor nem is tudtak róla? A választások egy nem létező állam választásai voltak, így értelemszerűen a magyar államban nem voltak választások. Ezért a magánhatalom által szervezett választások eredménye semmis. Így aztán 2014 óta a magyar államban, amely továbbra is a magyar köztársaság, nincsen köztársasági elnök, miniszterelnök, kormány, országgyűlés, stb. Nincs alkotmánybíróság, kúria és minden olyan intézmény vagy testület, amelyet törvénytelenül hoztak létre. Megfigyelhető, hogy Orbán nem szokta a kamu kormányát magyar kormányként emlegetni. Ő mindig Magyarország kormányaként szól róla. Az is megfigyelhető, hogy ő nem hivatkozik a magyar államra, helyette mindig a Magyarország nevet használja. Nem mond olyat, hogy a magyar állam ezt csinálja vagy azt, hanem csak úgy, hogy Magyarország ezt teszi vagy azt. Ez nem véletlen. A sajtó meg a pártemberek persze más lapra tartoznak, de úgy tűnik, hogy kissé reménytelen a helyzetünk, nem igaz? Pedig nem az. Éppen az a tény adja a kezünkbe a megoldást, hogy a magyar államban már nincsenek döntéshozók. Így a Magyar Köztársaság alkotmánya második pont második bekezdése szerint minden hatalom a népé már kizárólag a magyar nép dönthet, és megalkothatja a saját új alkotmányát, amellyel végleg megszabadulhat a pártoktól és minden olyan nyűktől, amelyet már évszázadok óta cipel. Mit tehet ön ebben a helyzetben? Hogyan tehetne azért, hogy a törvény, a jog és a magyar állam alkotmányos rendje helyreálljon? Annyit mindenképpen tehet, hogy megmutatja ezt a hangfelvételt a rokonainak, ismerőseinek. Töltse le, nyomtassa ki és adja oda másoknak is a weboldalunkon található írott anyagokat. Jelentkezzen az előbb részletezett törvénycsomag megszavazására a weblapunkon, és csatlakozzon hozzánk, támogasson bennünket. A weboldalunkon minden információt megtalál a projektek menüpontban. A jelen közlogi helyzet felszámolása már elkezdődött, ezzel egyidejűleg az alkotmányos rend helyreállítására irányuló és már eddig is zajló folyamatban új fejezet indult el. Országos szinten elindult egy törvényjavaslat csomagnak a nép által nyílt szavazással, aláírással történő elfogadása. Ennek során országszerte egyre növekvő számban szavazóbiztosok gyűjtik a szavazatokat. A megfelelő számú aláírás összegyűjtése után már mint érvényes törvénycsomagot egy népgyűlésen, az ENSZ delegáltja jelenlétében és a többi nemzetközi szervezet, valamint 39 külföldi állam kormányának és a sajtónak meghívásával a Kossuth téren vagy más közterületen kihirdetjük és hatályba léptetjük. A szavazást az alkotmányos ellenállás aktivistái szervezik, és a Magyar Köztársaság képviselete ügyel a magyar állam jogrendjének betartására. Honlapunkat a www.alkotmányos-ellenállás.com webcímen találja. Köszönjük a figyelmet!